Sziasztok! A cudókonnak a jótékonkodás az egyik nagyon nagy micva a zsidóságban. És a dolog lényege az, hogy az ember osztozik azzal a pénzzel, amiért ő dolgozott, keményen dolgozat, azt ő fel tudja használni saját, saját magára és mégis lemond és adja a, másik, a, másiknak. Ez egy nagyon-nagyon különleges dolog. A heti szakaszban a trumában olvasunk, Ve ikholi truma. Beszél Izrael fiai, azot hozzanak nekem szent adományt, és ezzel az adománynal majd fel fogják építeni a miskánt, a sivatagi szentét. Egyes kommentátorok szerint a, itt van, itt fejeződik be az Egyiptomból való szabadulása. Mert eddig csak szó volt arról, hogy fizikailag szabadultak Egyiptomból, és már nem voltak rabszolgák. Most ez egy sokkal komolyabb további fázisnak, amikor ők lelkileg is szabadak, és ők uralkodnak a pénzük és a vagyonuk fölött, és osztoznak a másokkal a közösséggel. Valójában az van írva, hogy a jótékonkodásnak a van három formája. Van az egyik formája, ami itt meg van említve a, 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 a Tórában, hogy az ember adakozik a pénzével, vagyonával. Utána van egy másik, az ember, hogy az ember adakozon a testével. Először az idejével, hogy azt szenteljen másnak, aztán fizikailag segít a másnak, segít neki cipelni, vagy akármilyen más ügyintézkedésben, az is egy formája a jótékonkodásnak. És a harmadik formája a cudókonnak az az, amikor az ember osztozik a bölcsességével, tanácsot ad a másiknak, amikor ő szükség van rá, tanul, tanítja a másikat a tórára és a zsidóságra. Ez mind e, e, különböző formái a amivel osztozni kell a, másik, a másiknak. Agyen Istennek, képesek legyünk uralkodni a vagyonuk fölött, a testünk fölött, az időnk fölött, és tudjunk tényleg mindenben osztozni a másikkal, és teljesítsük ezt a nagy micvat. Köszönöm szépen, és gucsább ezt kívánok mindenkinek!